Szép estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Vendégünk Dr. Kaposi Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia Doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság Tudományi Karának professzora, akinek én az előadását még a, talán a tavasz végén, majd a nyár elején a, az egyetemen, na, 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 most már nem Kaposvári Egyetem, hanem a Mate Kaposvári kampuszán, Meghallgattam, és nagyon tetszett, és utána vettem fel a kapcsolatot professzorúrral, aki igen mondott, személyesen nem ismertük egymást, most beszélgettünk pár mondatot egymással, és kértem arról, hogy a, a, a nevén túli Somogyi vagy Kaposvári kötődésén túl beszéljen egy picit önmagáról is, hogy milyen kapcsolat áll Kaposvárral és akkor kérem, hogy tartsa meg az előadását, aminek a címe Mérföldkövek, Kaposfár 150 éve a Dél-Dunántúli gazdaság rendszerébe, és köszönöm szépen. A Hölgyeim és Uraim, nagy tiszteletek, köszöntök mindenkit. Egy somogyi ember, 63 évesen is, még nem egészen, azt szokta mondani, hogy ha ő somogyba jön, és baranyába lakik, akkor hazajön. Ez egy ilyen sajátos megnyilvánulás. Ha már megkaptam ezt a felkérést, akkor mondanám, hogy azért kétségtelenül Pécs mellett lakom egy kis alvó faluban, két és fél kilométerre pécs és 86 óta alapvetően kötődöm természetesen Pécshez, mint munkahelyhez is. Viszont 26 évig itt éltem, különböző helyeken, hajdanában az első tíz évemet a akkori Marsz köz, ma már Apponyi köznek nevezett egyik négy emeletesének a földszintjén, egy szövetkezeti lakásban. Aztán, mivel a szüleim mezőgazdasági dolgozók voltak régen, és csak a 50-es évek nehézségei miatt költöztek be a városba, így azt a 70-ben abban a pillanatban, hogy visszaköltözhettek, kimenekültek a városba, és visszaköltöztek Kaposfüredre. De hát olyan nagyon messze nem kell költözni, mert ugye 70-ben becsatolták Füredet Kaposvárba, tehát gyakorlatilag akkor is Kaposvári maradt az ember. Én az általános iskoláimat a Hajdani Tóth Lajos oskolában kezdtem, ez a későbbi, korábbi Anna iskolának nevezett jelenség volt. Három évet végeztem ott, egyet Füredem, és akkor jött ez az egész körzetesítési tevékenység, és akkor a füredieket gyakorlatilag elkezdték buszoztatni, és akkor a Petőfi általános iskola lett a következő négy éves történetemnek a helyszíne ami egy nagyon jó iskola volt, kiváló tanárok vettek körbe, bűnöző gyerekek és egyebek, szóval szerintem a városnak egy igen gyenge állapota rajzolódott ki de azt, is túléltem, és akkor a középiskolai négy év az gyakorlatilag a gépipari szakközépiskola keretén belül telt el. -tel. Én voltam az utolsó évfolyam 79-ben, aki még a régi hajdani réprónai utcai oskolába járt, és amikor én végeztem, akkor költöztek ki oda a Damjáncs utca környékére, és a helyére meg talán egy kereskedelmi vagy valami hozzá szakközépiskola került. Aztán szokásos jelenség, katonasság, egyetem katonasság, és tehát ahogy ebben az időben ez lenni szokott, annak, akinek nincs összekötetés az nem tudta elintézni, hogy ne menjen katonának, úgyhogy sajnálatos módon engem is elvittek kétszer is, de aztán 86-ban az egyetem befejeződött, és akkor onnantól kezdve Három és fél éven keresztül voltam egy akadémiai ösztöndíjas, akkor mászkáltam Európába különböző helyeken, és 90 márciusától pedig a Pécsi Egyetemnek a, a dolgozója vagyok, tehát azóta egyfajtában főállásként gyakorlatilag volt. De amúgy számos egyéb egyetemen, vendégegyetemen, vendégoktatóként külföldön Magyarországon sok helyen voltam már életemben, szerencsére. Szóval ennyit az én kaposvári kötődésemről, és azt azért mindenképpen hangsúlyoznom kell, hogy Kaposvárról beszélni könnyű, gazdaságról is könnyű beszélni. A gazdaság az olyan, de szóval az, az mindenki ért valamilyen formában, mert a zsebén érzi gyakorlatilag a gazdaság működését valamilyen módon. Viszont nagyon jó elődeim voltak ebből a szempontból. Tettem ide három olyan kis könyvborítót, ami arra utal, hogy Kaposár gazdaságával, működésével, történetével, rendszerével azért nagyon sokan foglalkoztak már valamilyen formában. Baloldalt látható az 50 éves évfordulóra 1925-ben megjelent Bereszféle munka, ami egy kiváló alkotás, interneten is szabadon elérhető, akinek kell, tehát könnyen olvasható. Aztán középen látható a Kanyar József szerkesztette Kaposvár város történeti monográfia, amely egy szerkesztett tanulmánykötet. Vannak benne nagyon jó tanulmányok, vannak kevésbé jó tanulmányok, de az kétségtelenül, hogy a 70-es évek közepén, amikor elindult a magyar urbanizáció történetnek a feldolgozása, és szinte minden városról írtak, jelentek meg alkotások. Somogyban is a a kisebb településekről, ilyen közepes városokról, amelyek akkor lettek éppen városok, Balatonparti településekről egyre másra jelentek meg várostörténeti írások. A jobboldali, az már nekem is van valami közöm, hiszen 2000-ben szerzőtársam témérei Klára volt egy ilyen tudod ah, tudom, mekkora ilyen 450 oldalas, jó sűrűn írt alkotás sikerült létrehoznunk Kaposvár ipartörténetéről, és ebben, a, amit én írtam, az a második fele, tehát a 945-től 2000-ig tartó folyamatoknak az értelmezés elemzése, benne természetesen a szocialista rendszer gazdasági működése, a privatizációs mechanizmus 1990 után, és egy állapotkép nyilván arról, hogy ott 2000 környékén, meg egy ilyen fél kitekintés arra vonatkozó hogy mi történt gyakorlatilag a város gazdaságával. Ezen kívül is nagyon sok olyan alkotás van, ami Kaposvár gazdaságáról szól, kisebb írások, kisebb időmetszetek, egy-egy szelet valamiből, tehát ilyeneket azért bőségesen lehet találni, úgyhogy nem szeretnék abban itt ezt szelegni, hogy akkor én tudok itt mindent ebből a szempontból, csupán arról van szó, hogy hogy hosszú távon azért kutatásaim azért erre is vonatkoznak. Írtam Pécsről hasonló jellegű munkát, nagy monográfiát, írtam Nagykanizsáról, tehát a három nagy dél-dunántúli városról, magyarul ebben azért kaposvárt úgy nagyjából jól el lehetett helyezni, azt gondolom. Tehát az emberi tisztában jön azzal, hogy a déldonántúli rendszer keretén belül milyen fajta funkciói voltak egyáltalán valamiképpen ennek a városnak. Na hát akkor néhány fontosabb dolgot mondanék arról a fejlődésről, amit Kaposvár bejárt hajdanában. Hát induljunk ki az adottságokból. Egy gazdaságtörténész, egy társadalomtörténész nyilván mindig ezzel kezdi, hogy megnézi, hogy milyen közegről van egyáltalán szó, milyen fajta lehetőségei vannak egy településnek, egy társadalmi csoportnak, egy vállalkozói rétegnek, egy akárkinek arra, hogy valamit csináljon, valami történjen ha úgy egész éve ránézünk a dél túl területére is, akkor most itt alapvetően a Balatontól délre az ország terjedő területről beszélek, Duna keleten, nyugaton ott Zala megye, szóval gyakorlatilag erről területről van szó, akkor azt lehet látni, hogy azért ez a terület alapvetően egy gyenge urbanizáltsági terület volt, a városiasodás meglehetősen háttérbe szorult hosszú időn keresztül, ezek a megyék tolna hogy baranya alapvetően, úgy is hívják őket nálunk is, máshol is, még a külföldiek is úgy nevezik, hogy a nagybirtok hazája volt, írdatlan méretű, hatalmas nagybirtokok helyezkedtek el Somogyban is és máshol, Somogyiakról írtam külön könyvet, szóval azt akarom mondani, hogy ilyen 100-200 ezer holdas, óriás uradalmi mechanizmusok voltak, Pesteticsek, Széchenyek, Battyányák, Zécsiek, és akkor holnapig mondhatnám, tehát gyakorlatilag az ország nagy birtokosai, igen, nagy számban és hatalmas birtokokkal voltak. Nem csak világi nagybirtokosokról van szó, hatalmas egyházi birtokok voltak ezen a területen, a terület 20%-a egyházi tulajdon volt, vagy a Pécsi Püspökség tulajdonában. Vagy a Pécsi Káptalan, vagy a Pécsi Székesegyház, vagy adott esetben a Pécsi Papnevel, de mint uradalmi tulajdonos, vagy a Veszprémi Püspökség volt az, amely főleg Somogy megyére kiterjeszkedett. Tehát azok is óriás nagybirtokok voltak, akár százezes méretekről beszélünk. Az egyházi nagybirtok ugyanúgy viselkedett, mint a világi nagybirtok, tehát ugyanolyan földes úr volt természetesen, nem kell más képzelni hozzá. Ez gyakorlatilag ebben a korszakban teljesen megszokott volt. Na most ebben a közegben, ebben a közegben azért elindul egy olyan fajta változás itt a 19. század első felében, ami azért egy gyors piacosodást hoz, egy gyors piacgazdasági fejlődést hoz, igen jelentős kereslet, árukereslet, mezőgazdasági termékkereslet jelenik meg magyarországi termékek iránt Ausztriából, és ebből következően azok a nagy birtokok, amelyek itt helyezkednek el, és jelentős szántóföldi lehetőségeik vannak, jelentős állattartási lehetőségeik vannak, tehát nagy legelőkkel, egyebekkel bírnak, azok jól be tudnak kapcsolódni ebben a rendszerben. Ezek egyike volt a kaposvári uradalom, amely ebben az időben a 29 úgynevezett herceg Eszterházi féle hitbizományi birtok közé tartozott. Magyar holdban, ez abban a korszakban egy magyar hold, Hát az egy futballpályával nagyjából hasonló méretű. Ma a futballpálya az egy fontos mértékegység az egész országban, tehát szóval el, el tudja akkor mindenki képzelni. Bár ahogy nézegettem, Kaposvár esetében kicsit háttérbe szorult mostanában, de, de azért a jövő lehetősége még fennáll. Szóval egy a lényeg, hogy valamiképpen az eszterházi birtokrendszer is ebbe tartozott. Az eszterháziaknak mellette még volt itt Ozorán, volt Dombóváron, volt Szentőrincen, volt Alsó Lendván, és egyéb területeken egyéb helyeken is nagy birtokuk, csak a dél-dunántúli birtokai 300 ezer holdat tettek ki. Magyarul, mint az uradalom ura, természetesen, mint a mezőváros ura, meghatározó tevékenységet végzett az uradalom, hiszen önmagában, hogy történjen valami, történhessen egyáltalán egy mezővárosban valami, az az uradalom engedélye kellett, anélkül gyakorlatilag lépni nem lehetett. Tehát ezek nem szabad királyi városok, amik itt vannak, hanem az uradalom alá tartozó jelenségek. Na most amit látni lehet, hogy a reformkorban elindul egy gazdasági pesgés élénkül a külkereskedelem, jelentős gazdasági növekedés megy végbe, évi másfél százalékos növekedés lehet úgy nagyjából becsülni. Egyedül az 1846-os év volt egy ilyen gyengébb év. Magyarul megjelenik, elindul egy olyan fajta majorsági árutermelés, ami a piacközpontokat, a vásáros városokat és egyebeket kicsit felemel, kicsit előtérbe helyez, és ez természetesen főleg a nagyobb uradalmi központok esetében volt jelentős. Ugye Nagykanizsa az Herceg Battyányi mezőváros volt. Marszoli az ugye Széchenyi grófi családé volt. Pécs az egyedüli szabad királyi városként az autonóm volt, de gyakorlatilag az összes egyéb terület a nagyot egy cinderi mezőváros volt, aztán később csúzi mezőváros lett, végmászhatunk az egészen, szóval minden azt lehet látni, hogy egy-egy nagy birtokos család, amikor észreveszi, hogy lehet értékesíteni, akkor elindul egy olyan fajta folyamat felé, amely valahol a kereskedelem és az árutermelés rendszerét hozza létre, és hát természetesen ezért pontos elemmé vált a későbbiekben is. Az alsósorra hívnám fel még a figyelmüket, ami egy lényegében a helyieken kívülálló jelenség volt, hiszen 1861-ben a Rócsétkézben lévő zűdbán, tehát a Déli Vasút Társaság megépítette a buda székesfehérvár nagykanizsa Prágerhof vonalat, azzal rá tudta csatlakozni a bécs Prágerhof triesz vonalra, tehát gyakorlatilag a Dunántúli birtokosok termékeikkel innentől kezdve elérték a tengert, elérték a kikötőt, elérték a déli területeket, és ez újfent egy nagy lehetőség volt arra, hogy valamilyen gazdasági előrelépés egyáltalán történjen. A Kaposvár esetében nagyjából azt lehet látni, hogy nagyon fontos volt az, hogy az Eszterházi Uradalom hogyan gazdálkodik, hogyan tud fejlődni, milyen fajta lehetőségei vannak itt a dualista korszakban. Ugye 1850 után Ausztriával fánközösséget alkottunk. Egy olyan fajta Zolferány, egy olyan fajta vámszerződés jött létre, ami a birodalmon belül, Ausztria és Magyarország között minden belső tiltást, kereskedelmi nehézséget, problémát eltörölt, teljesen szabad árukereskedelem és személyi áramlás jött létre Ausztria és Magyarország között. Ez 1850-ben, 52-ben jött először létre rendelet szerint, aztán 67-ben nem nyúltak hozzá, és 918-ig, tehát a világháború végéig ez így is maradt. Magyarul az osztrák piac e, nyitott volt Magyarország számára, és ez azt jelentette, hogy a Kaposvári uradalomnak is nagy lehetőségei voltak arra, hogy komoly gazdasági kapacitásokat építsen ki. E, nyilván, hogyha ránéznek erre a diára, akkor látható, hogy, hogy azért itt főleg az 1890-es években. E, a mezőgazdaság és ipar részvénytársaság révén, tehát a bérleti gazdálkodás révén jön egy jelentősebb fellendülés. Ez már részben a cukorgyára szolgálja ki, hiszen a MIR a cukorgyár tulajdonosa is, nem csak az uradalom bérlője, de hát, ha ránézünk ezekre az adatokra, akkor azért azt gondolom, hogy, hogy azért az uradalomban, hogy az ember egy olyat mond, hogy 4789 szarvasma testnek, annak a fizikai nagyságát elképzelni. Tehát, hogy 4700 hát hova lehet elhelyezni valamiképpen, szóval hány településre, mekkora istáló rendszer kell hozzá. Tehát akkor látható, hogy ez egy klasszikus agrár nagyüzem már itt a 19. század végén. Nem is beszélve arról, hogy mellette még néhány ezer juhot, ezek már ugye minőségi merinóbirkák, tehát sejem birkák, mellette egy rakás sertést, ami ebben az időben ilyen fele-fele arányban -fele rác mangalica. A és a másik fele pedig húcsert, és szóval gyakorlatilag az állattartás is egy nagyon fontos elemé válik ebben az egész modellben. Bortermelésről, ipari termelésről és egyebekről van még szó a, a uradalom kapcsán, és ezt innen Kaposváról irányították. Kisvasutat építenek ki, gőzgépeket használnak, tehát egy Kaposvár központtal egy olyan mezőgazdasági nagyüzem jön létre, amely nagyon széles területre terjed ki, hogyha adott esetben ránéznek erre a kis... Egy szem megmaradt az Eszterházi Uradalmi Levétárban, nincsen több uralami térkép Kaposvári Uradalomról, akkor gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a város körül, a város körül egy ilyen 20-25 kilométeres távolságban helyezkednek el azok a települések, falvak, amelyeken az eszterháziaknak birtokuk van, van ott másnak is birtoka, tehát a parasztságnak és egyebeknek, de ez volt az a terület, amely gyakorlatilag az eszterháziak esetében ennek az árutermelési lehetőségnek a hátterét adta. Már csak egy mondatot beszélgetnék rá, a 19-20. század fordulójára a miráltal kezelt, bérelt Eszterházi birtok egy magas minőségen dolgozó, termelékeny agrárnagyüzemé vált. Magyarul benne volt ott az első 20-25-ben készítettem különböző indikátorokat és egyebeket arra vonatkozóan, hogy ezt pontosan lehessen mérni, tehát gyakorlatilag egy igen jól működő rendszeré vált. A MIR az ugye az egy olyan fajta társaság volt, ami az atlantai, amerikai atlantai Georgia csoport által jött létre, Rócsildék Péter Budapesten az alvállalatokat, és ezek voltak azok, amelyek több területen Magyarországon komoly gazdasági tevékenységet végeztek. Hogyha magára kaposára ránézünk a 19. század közepén, akkor nem azt látjuk, amit ma látnánk vagy ma látunk. Hát azt lehet látni nyilván, hogy hát ez egy ilyen kis apróka. Szóval van egy kelet nyugati irányú sáv, ugye a Kapos folyót, amit a 1820-30-as években szabályoztak. Gyakorlatilag a fölötte az éjszakra lévő területek egy ilyen kelet-nyugati átjárás biztosítanak. Ez a mai főutca, Pécsi út és a többi, tehát ez jelentette. Kifelé ez a Kanizsai út, ami megy hagyományosan, tehát egy fontos vásári kereskedelmi út, és az is látszik, hogy észak felé is már terjeszkednek valamiképpen. Az meg azért volt fontos, hogy a somcsics birtokokat elérjék, mert azok mindig jó tehát hetes, somogycsánát és a többi, tehát gyakorlatilag, hogy abba az irányba. Magyarul alig van valami. Tehát nyilván látható az, hogy ez egy meglehetősen kisméretű terület. Ha ránéznek az 1870-es első, relatíve megbízható népszámlálásra, azt szoktuk mondani, egy ilyen 5%-os tűrés határral hihető a 1869-70-es népszámlálás adatsora. Szóval ránéznek, akkor azt láthatják, hogy Kaposvár nem egy nagy város ebben a korszakban. Bőven elmarad a többiektől, Pécstől, Nagykanizsától, de még Szexártól is, Mohácstól is magyarul. Ez még nem az a népesség, amely valami nagy gazdasági robbanást jelentene itt a, az 1860-as évek vége felé, 70-es évek elején. Ugyanakkor azt is érdemes megnézni, hogyha 40 évvel később ránézünk erre a listára, ott 1910-ben, és a jobb oldali oszlopot nézzük, akkor azért lehet látni, hogy azért itt nagyon komoly változások mentek végbe. Kaposvár felnőtt, tehát gyakorlatilag nagy nem majdnem egyenértékű jelentőségű várossá vált. Nyilván Pécsel nem lehet versenyezni, az egy másik világ ebből a szempontból, de az, hogy a dél legnagyobb kereskedelmi központja, ugye nagy kanizsa, öt út fut össze, négy vasút fut össze is, a többi. Szóval gyakorlatilag amellé felzárkózik Kaposvár, az egy különleges lehetőséget sejtett. Ugye Nagykanizsa nem volt megyeközpont. központ. Nagykanizsa csak akart megyek központ lenni. Szombathelyi püspöké volt Zalegerszeg, az egy erős befolyás volt. A szombathelyi püspök elérte, hogy a Kanizsánál gyakorlatilag Kanizsa 30%-át csak kitevő Egerszeg legyen a megyek központ. Kanizsa meg mindig csak akart, de soha nem vált Tehát ami Kaposvár esetében viszont megvan, az az, hogy a megyeszékhelyi bürokrácia, az intézményrendszer kiépülése és önmagában ennek a folyamatos szélesedése, hozza magával azt, hogy egy gyors népesség növekedés megy végbe ebben a korszakban. Tehát gyakorlatilag a dualista korszakban azért ennek a lehetősége az minden további nélkül biztosított volt. A korszak ugye a liberalizmus korszaka. A 19. század második fele az gyakorlatilag egész Európában a liberalizmus korszaka, a szabad tulajdon, a szabad vállalkozások, a szabad vállalat alapításoknak a korszaka. Ez az időszak, erről szólt mindenhol. Ennek egy kicsit volt egy ilyen osztrákos-magyaros variánsa, de ettől még az egész dualista korszak béli gazdasági fejlődés hátterét egyértelműen ez a lehetőség adta. Ha gazdaságilag ágazatszerűen megnézzük a változásokat, akkor ez a változásrendszer alapvetően az iparosodásról szól. Arról szól, hogy elindul a gyáriparosodás Magyarországon, egyre több kisebb-nagyobb gyár keletkezik ebben a korszakban, olyan fajta gyárokról beszélek, amelyek ma hát alig nevezhetők gyároknak. Ugye a KSH itt a 68 ban létrehozták a szabályzatát, megalkotta, hogy mi, 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 minek minősül, tehát ugye aki számokkal dolgozik, annak pontos szabályok köllenek, és hát ebben a úgy határozták meg a gyár fogalmát, hogy 20 főnél több főt foglalkoztasson, az ugye ma egy kis üzem, tehát gyakorlatilag ma egészen másképp nézzünk rá, és legyen valami gép, valami gőzgép, ami a termelékenységet azért nagyban befolyásolja. Utóbbitól néha eltekintettek, úgyhogy ha gyárokról, gyárok számáról és egyebekről beszélünk, akkor 945-ig a 20 fő az, az, a, az a határ, ahol egyáltalán ez az elnevezés valamiképpen stimmel. Viszont ami nyilván lényeges, hogy Kaposvárt is eléri ez a gyári parosodási időszak, Ugye ez egy agrárvidék, ez egy mezőgazdasági vidék, ebből következően nincsenek, nincs olyan nyersanyag háttérbázisa, ami egy orientált, egy orientált és a többi jelenséget biztosítana hosszú távon. Itt döntően az élelmiszeriparnak, tehát a mezőgazdasági háttér miatt az élelmiszeriparnak és a könnyűiparnak lesznek nagy lehetőségei, és nem és nem, nem, úgy, mint Pécset, hogy hát ott a mecsek, ugye? Tehát ott a szén és a többi szóval gyakorlatilag vasat bányáztak a mecsekben ebben a korszakban. Hatalmas szénkitermelési folyamatok mennek és egyebet is bányásztok még szóval. Ez kaposvárnak nincs, mint ahogy kanizsának sincs. Következésképpen itt egyértelműen az élelmiszeripar és a könnyűipar fejlődése lesz az, ami meghatározza ennek a térségnek a fejlődését. Olyan nagyon nagy újdonságokat nem tudok mondani. De nyilván önök is pontosan tudják, hogy ebben a korszakban egy nagy gyára lesz Kaposvárnak. Az előbb emlegetett MIR, tehát a MIR által létrehozott cukorgyárról van szó, ami azért már úgy méretes jelenség. Nyilván az, hogy egy ilyen Durván 350-400 főt tud foglalkoztatni a cukorgyár, ettől még nem válik olyan hatalmas nagy gyárát. Pécset hat darab olyan volt, ami nagyobb volt a cukorgyárnál, és csak a szénbányáról nem is beszéltem. Szóval gyakorlatilag, de ez mégiscsak kiemelkedett ebben a közegben. A többi azért lényegesen kisebb jelenség volt. Nyilván látható, hogy a gépgyár, a vasúti műhely, főműhely és a többi az azért látványosan kisebb lett. Viszont, kapuzsárnak volt egy nagy előnye. Mégpedig az, hogy a cukorgyár, meg a cukorgyártás, azt a közgazdászok úgy hívják, hogy multiplikátor. Tehát olyan fajta hatásrendszerrel bír, amely tovább gyűrűzik a gyáron, gyárnál. Magyarul nem csak arról van szó, hogy a cukor, a cukorgyártás az valamiképpen ott a vége, hogy becsomagoltam, és akkor bittem edd meg, kedves polgár, vagy használt fel, vagy csinálj vele valamit. Jó ez az édesítőipar, cukoripar, és a többinek az én kaposfélezi nagymamám az úgy itt a teáját, hogy mögréjét így kétharmadik cukorral telemerte, valami grúz szörnyűséget, grúz teát a felöntötte, és akkor ilyen terheléses cukorpróbának vetett alá. Az, szóval, szóval, szóval gyakorlatilag azt akarom mondani, hogy, hogy cukrot a magyar az, az, ette minden formában abban a korszakban is, ez egy nagy újdonság volt a fogyasztási rendszerben. Na egy a lényeg, hogy a cukorgyárnak ugye ott a végterméke, de az csak a cukorépának az urványi 15%-a. Mellette mindenfajta egyéb anyagok keletkeznek a gyártás folyamán, amelyek sokféleképpen felhasználhatók, főleg állattartás és állathizolás esetében használhatók fel. És akkor ezek a hatások azt fogják jelenteni, hogy ahol cukorgyár van, 36 cukorgyár volt az országban, uh, ahol cukorgyár van, ott uh, gyakorlatilag uh, egy látványosan uh, meginduló, növekvő állattartási tevékenység jön létre. Azok a hatalmas számok, amelyek a szarvasmarhákra vonatkoztak itt a Kaposfájűrodalomban, azok ugye azt jelentik, hogy a szarvasmarhát úgy márciustól elkezdik uh, mindenfajta ilyen édesített anyaggal, melasszal, egyebekkel, hízlak. Hogy április-májusra megvan az a 20%-os súlytöblet, közben még sózzák neki, és ha szóval mindent adnak neki, hogy kicsit tuningolják, és akkor a végeredmény egyértelműen az lesz, hogy, hogy egy jól értékesíthető a húsipar által feldolgozható jelenség jön De még itt sincsen vége, hiszen ha egyszer a cukorgyártásnak ez egy hozománya, és meg létrejönnek ezek a húsfeldolgozó üzemek, akkor valamit csinálni kell a hússal. Tehát gyakorlatilag az, az hogy nem megy, hogy a nézegetem egy hogy levágtam, és akkor megszárad, hogy valami lesz. Szóval tartósítási kérdéseken kell gondolkodni. Mit lehet csinálni egy hatalmas tömegű, egyre növekedő, nagyságrendű hússal, ugye a polgári fogyasztásban, hajdanában, ugye a szarosmarha hús, az volt a hús. A sertéshús az nem volt hús. Tehát gyakorlatilag az a disznóhús az a szegények, a, a marhahús az a polgároké. Tehát gyakorlatilag a korabeli fogyasztási rendszerben az nagyon fontos volt, hogy marhahús legyen valamilyen formában. És akkor jönnek azok a gondolatok, amelyek a tartósítás kérdését próbálják megoldani, különböző találmányok, franciáktól lopnak egy kicsit itt és a többi szóval, egy a lényeg, hogy aztán csak össze tudták hozni azt a variációt, hogy hogy a francia elit szóra tessenek gondolni, az az elite formula. Ha eliteszik az MIR variációt, tehát a mezőgazdaság ipar részvénytársaságnak a névjelét, akkor megkapják azt a fajta lehetőséget, amit önök is használnak adott esetben, hogyha bemennek egy nagybólba, és mit tudom, én éppen fogyasztott, akármit akarnak vásárolni. Szóval az MIR, meg az elit termék összehozása, az gyakorlatilag jéggyárat követelt. És akkor jéggyárat kell csinálni akkor utána a hűtőházat kell csinálni valamiképpen. Akkor utána gondoskodni kell arról, hogy a vasúti vagonokat úgy kell kibélelni, hogy szállíthatóvá váljon a hűtött termék. Tehát hűtött vagonok kellenek valahogyan. Tehát az egyik jön a másik után, a multiplikátorhatás pont azt jelenti, hogy elindul valami, és akkor újabb és, újabb és újabb és újabb és újabb lehetőségek adódnak a gazdasági fejlődés során, ami újabb munkahelyeket teremt, jövedelmet termel, tehát valamiképpen ez nyilván a városi polgárságot, a városi lakosságot azért igen komolyan megérinti. Na most ezek a gyárok, van még belőle néhány, viszont van egy ilyen különleges sajátossága a magyar iparfejlődésnek, és nem csak a Posváron. Mindig a gyár a látványos. A gyár az nagy a gyárban sokan dolgoznak, a gyárhoz nagy tőke kell, vállalkozó, nagyvállalkozók kellenek, stratégia kell, menedzsment kell, és a szóval sok minden kell. Az látszik mindig. Újságban az jelenik meg, és a szóval ez teljesen megszokott. Csak hogy a magyar ipar, az legalább fele részben, az kis és középipar, vagy éppen ma mikrovállalkozásoknak nevezhetnénk őket, magyarul kisipar. És ez így volt Budapesten, így volt a dél dunántúli városokban, és így volt máshol is. Hogyha az ember megnézi azt, hogy ki foglalkozik iparral, és milyen fajta iparágakkal, akkor azt lehet látni, hogy ezekben a városokban alapvetően az iparosok többsége az kisiparos. Alapvetően családi vállalkozási formában ugye férfi termel, az asszony árusít, és a többi. Tehát ezek a klasszikus vállalkozói családi munkamegosztások, ezek megszokottak voltak abban a korszakban. Ugye utcafronton elől ott a bolt, az elalak másik fele az a műhely befelé, szóval gyakorlatilag ez a, a kisiparosi mechanizmus, ez mindenhol megvolt. Vagyis Kaposvár esetében is azt lehet látni, hogy az ipar jelentős része az kisipar alapvetően, és kiskereskedelem mellette, és nem minden gyáripar. Ez a térség nem volt annyira gyáriparos jellegű, hogy a gyárak mindent meg tudjanak csinálni. Ugye ma is azért gondoljanak bele, hogy hogy hány olyan szituáció van, amikor nem feltétlenül a gyári konfekciót vásárolja az ember, hanem mit tudom én, esküdözni akar a gyermek, akkor lehetséges, hogy egy varónőhöz, vagy egy szavóhoz, vagy akárkihez mennek, és akkor ott próbálnak meg terméket létrehozni, mert nem biztos, hogy a gyári termék az éppen ráillik, és a többi. Tehát ugye sokfajta ilyen szituáció van, ami ma is azért a kisipar, a minőségi kisipar lehetőségét azért valamiképpen biztosítja. Olvasható nyilván, hogyha iparágszerűen szerűen nézzük, akkor a legnépszerűbb az a ruházati és szipőipar volt, tehát a, ebbe ugye sok minden belefér, de mellette az élelmiszeripar is. Egyszerű kis húsos cégek és a többi, valamint a vas és fémipar is ilyen jellegű volt ebben a korszakban. És hát ne felejtsük el azt sem, hogy az iparosodás mellett azért a közlekedés is jelentős mértékben megváltozott. 1872-től volt már egy vasútja, Kaposvárnak egy átmenő vasútja, és ezzel gyakorlatilag a 90-es évektől kezdve Kaposvár egy vasúti központtá vált, hiszen Kaposvárról lehetett jutni 94-től egyszer Fonyódra, egyszer Siófok irányába, Siófok még semmi nem volt egykor, csak abban az irányba, tehát abban keresztül. El lehetett jutni lefelé Zákányig, Zákányra rá lehetett fordulni a Fiúmei vonalra, el lehetett jutni Barcsra, és el lehetett jutni Szigetvárra, illetve kereszt irányban pedig az Ákány csurgó Kaposvár dombóvár, ami azt 12-ben hozzáteszik a Bátaszék elérhetőségét, plusz a Bajai Hidat, tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy azért ez a közlekedési csomópont jelleg ez meg volt. Én még fiatal éveimben gépiparisként nyáron még szerveztünk olyan túrát, hogy Kaposvárról, a 77-ben már felszedett Szigetvári vasút nyomvonalán elindultunk, és két nap alatt lementünk Szigetvárra. Tehát gyakorlatilag egy ilyen, igen kocskaringó zselici kirándulás volt, egy ilyen 50 kilométeri nagyságrend. Bőszínpán az akkor még működő téglagyárnak a, a műhelyében aludtunk, szóval gyakorlatilag e, akkor még lehetett e, látni ezeket a vonalakat. Hát ma már egy kicsit korlátozottabb a rendszer nyilván maguk is tudják, úgyhogy főleg a déli irányokba szóló vasutak azok szinte teljesen eltűntek. Na, tettem ide néhány képet, hogy mindenki felébredjen, szóval ezek ilyen korabeli, dualizmuskori elemekre utalnak, nem mindegyik kép akkor keletkezett, azt azért hozzá kell tenni, Tennem, viszont olyan épületekről van szó, amelyek hosszú távon is megvoltak. Balra fent látható a világháború időszakában, 1916-17-ben épített, ez is a MIR által létrehozott malom, ami nyilván tudják ott a futballpályával szemben, ugye ma is megvan. A cukorgyárat lehet látni ott a jobb felső képen, balra lent, hogyha a Cseri úton elindulna kifelé, akkor a, hát gyakorlatilag 930-tól már nem volt gépgyár, tehát, akkor 906-ban, 906 és 8 között két elemként jött létre maga a vasöntőde és a gépgyár, de 930-ban már csődbe ment, viszont az épület az minden további nélkül nagyon sokáig megvolt. Nyilván Ahányszor jövök Kaposvárra, mindig a Szigetvár elkerülő ö, úton jövök, és, ö, és mindig rá szoktam nézni a hídról Kapos folyóra ha már nevem is valami ilyesmit utal, és akkor megnézem, van benne még víz, vagy nincsen benne már szóval, mert én arra emlékszem, hogy 71-ben a Kaposvári Árvíznél a Petőfi iskola uh, kapott gumicsizmát és vödröket, és mentünk, és vödörrel a Donnerben mertük a vizet egyfajtával. Tehát nekem az ilyen árvízi képek a régi múltat hozzák elő valamilyen formába. Kapos tíz évente ki önteni, tehát gyakorlatilag ez az alacsonyan fekvő területet, ezt minden tovább nélkül. Az meg a sziget a Téglagyár, hát azt sincsen már, szóval kapcsolatban volt négy Téglagyár hajdanában, de hát a 70-es években aztán gyakorlatilag ezeket megszüntették. Na hát ilyen kapacitások azért voltak ebben a korszakban, hogyha egy 901-es térképre ránézzünk, tudom, gyengé látszik, de hát nem nagyon lehet változtatni rajta, mert ilyen, akkor azért már azt lehet, hogy egy kicsit már szélesedett az a, az a szűk kis piros vonal, amit ott az 1850-es éveknél lehetett látni, itt azért már meghízotta a városnak a belső területe. A kukoricaföldeket, egyebeket még ott lehet látni a telke kapcsán, de azért egyre több intézmény, egyre több gyár, egyre több gazdasági kapacitás jelent meg ebben a rendszerben már. A dualista kori gazdasági növekedésnél nagyobbat Magyarország nem produkált. 50 éven keresztül gyors gazdasági fejlődés ment végbe. Kettő olyan év volt, amikor csökkent a gazdaság fejlődése, akarom mondani, hogy visszaesett, tehát 0% alá esett, de ez egy nagyon hosszú távú tartós 3-4% közötti növekedés volt. Ez volt a magyar iparosodás, a magyar agrárium nagykorszaka, az igazi aranyéveknek a rendszere, a boldog békeidőknek a rendszere. De aztán egyszer minden jó véget ér, és jött a világháború, arra azért felhívom figyelmüket mindenképpen, hogy a rossz érzéseiket növeljem, hogy Magyarország azért a világháború a vastagon benne van. Mi kezdtük. Tehát Ausztria-Magyarország kezdeménye ezt a, ezt a háborút 1914 nyarán, és el is vesztettük. Na most ugye azt mindenki tudja, hogy a veszteseket meg szokták büntetni. Tehát ez azt jelenti, hogy Veszfáliai béke óta általában vagy területi változtatásokat, területi csökkentéssel, vagy jóvátételi kötelezettséggel szokták sújtani, esetleg népességcserével és népességváltoztatásokkal. Tehát Magyarországnak is azzal kellett számolni 1918 vége felé, hogy nagyon súlyos problémái keletkeznek, hiszen ezek a büntetések, ezek, ezek világosan voltak, hogy ez nem marad annyiba, hogy hogy akkor mi kezdtünk valamit, és akkor mit ennek 10 millió halottja lett. Nem általunk mind természetesen, de mégiscsak arról van szó, hogy Németország mellett, Ausztria, Magyarország azért a háborúban igen negatív tevékenységet játszott. Na most jött a Tianoni békeszerződés. Ugye ez egy olyan jelenség, ami kaposát igazából nem érinti. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy érinti a határmenti területeket, az elcsatolások révén, hatalmas magyar tömeg kerül külső területre, de Kaposvár eléggé belül van. Tehát gyakorlatilag a Magyarország belső részét, a megmaradt kis Magyarország részét annyira már nem érinti gazdaságilag a tianoni rendszer, legfeljebb a piacok elvesztésével és egyéb makrogazdasági folyamatokkal. Nyilvánvalóan Pécs esetében, Pécset ugye 33 hónapra szerbek megszállják. 18 novemberétől 21 augusztusáig Pécs nem Magyarország, hanem a Délszláv királysághoz tartozó valami, és csak 21 augusztusában tér vissza Magyarországhoz. Úgy kirabolták a város, hogy üzemekben csak a falak maradtak meg. Tehát gyakorlatilag ehhez képes Kaposvár megúszta gyakorlatilag itt a 18 utáni változás. A román hódítás nem érintette őket, ugye Győr, Budapest, Debrecen vonalban a románok elfogadták Magyarország egy részét 19-ben, tehát a háború után franciák Szegedet nézegették, a szerbek nem értek fel idáig, a cseszlomákok messze voltak, tehát gyakorlatilag a, 19-es és 20-as nagy változások, azok Kaposvár esetében szerencsés módon valamiképp elmaradtak, de ettől még azok a problémák, amelyek makrogazdaságilag jelentkeztek rengeteg ilyen volt. Hatalmas infláció volt az országban. Óriási munkanélküliség volt az országban. Az iparnak nem volt piaca, hiszen minden ország bezárkózott, vámfalakat húzott minden új ország. Nem lehetett exportálni sehova. Szóval gyakorlatilag ezek a makrováltozások, ezek azért nagyban érintették a kaposvári gazdaságot is természetesen. És nem is nagyon lehetett általában azt látni, hogy magától kimászott volna egy ország ebből a nehézséghalmazból, az azért meg megdehetősen ritkasság számba ment ebben a korszakban. Valahol a 20-as évek első felében formálódik meg az a fajta gazdasági gondolkodás, itt németeknél, országoknál, magyaroknál is, ami valahol arról szól, hogy ha nincs magántőke, mert ugye a háborúban megcsonkították az országokat, és a többi, Nincs vállalkozókedv, nincs jó háttérrendszer, akkor a, és a magántőke nem képes beruházásokra, nem képes úgy gyárok létrehozására, munkahelyek teremtésére, akkor valakinek át kell venni a feladatokat. És a 20-as évek első felében egyértelműsödik mindenhol, hogy a magántőke hiányában, a magánvállalkozók hiányában ez valószínűleg a városok lesznek. Tehát az állam, az állami helyhatósági rendszer és a város, Kaposber esetében nyilván város, és ehhez kell valami fajta forrás szerezni, és 1925-ben ott a második fekete mellett írom, ennek a lehetősége teremtődik meg, amikor megszerveződik angol száz javaslatra, angol javaslatra egy New Yorki Speyer bankház által tíz különböző angol és amerikai bank által egy konzorcium, ez a konzorcium felajánl egy jelentős összeget Magyarország gazdasági fejlesztésére, de meghatározott célal, és a cél egyértelműen az úgynevezett városi kölcsönök nyújtása. Magyarul a városokban látták a potenciált a fejlődésre, a városi beruházásokban, a városok átalakításában. Egy megkötés volt alapvetően, mégpedig az, hogy, hogy csak olyan beruházásokat szabad létrehozni, amelyek jövedelmet termelnek. Az angolok, amerikaiak nem szórakoznak szóval, gyakorlatilag ott pontos definíciója van mindennek, ott nem lehet csak úgy, hogy nyújtom a kezem, aztán majd valamit csinálok vele, tehát ez nem, nyilván nem így működik a nyugati világban. Itt egyértelmű arról van szó, hogy jövedelem termelő beruházásokat kell létrehozni, és ez ebben a korszakban alapvetően minden, szinte minden magyarországi településen, vízvezeték kiépítési modellt jelentett, csatornázási rendszer megteremtését jelentette, közutaknak a fejlesztését, vásárterek átépítését, kislakásprogramokat és a többit. Szóval gyakorlatilag 25 és 28 között három tételben jön a spejer kölcsön, fel lehet venni és ebből város lehet fejleszteni. Kaposváriként biztos találkoztak azzal, korábbi évtizedekben, én is jó anyám, van a Füredi úton akkor már egy panellakásban, hogy ihatatlan a víz gyakorlatilag. Tehát olyan büdös volt, hogy az ember, mit tudom én, helyett társány vizet ivott. Ekkor épült. Tehát gyakorlatilag az a fajta rendszer, amely hosszú időn keresztül Kaposvár infrastrukturális működésének a hátteré biztosította, az a 20-as években, vagy még korábban ilyen helyen a dualista korszakban jött létre. Tehát azért kellett, meg kell ma is intenzív infrastruktúrafejlesztést végrehajtani, mert nagyon régre visszanyúló, nagyon hagyományos típusú technikákat tudtak alkalmazni abban a korszakban, és akkor hát ennek következményei voltak. Olvasható nyilván, hogy, ez, hogy a gyáripar is visszaesik, hogy a 20-as évek, az egész hortikorszak korszak ugye nem a gazdasági fejlődésről szól. Itt van egy bezárkózott kicsi kis ország, 8-9 milliós nagyságrendben, befelé fordul, nacionalista gazdaságpolitikát hoz létre, gazdasági növekedésében is látványosan kisebb lesz, mint korábban. Tehát azt lehet látni, hogy azért eléggé megviselte Trianon következmény a kapocsvári gazdaságot is. Ráadásul ugye 29-ben jön a válság, a világgazdasági válság. Nem mi csináltuk, de mi szenvedjük el. Tehát gyakorlatilag nyugati pénzvilág működési mechanizmusából fakadnak azok a nehézségek, amelyek nálunk kulminálnak. Akár csak 2008, azt már átélték velem együtt, szóval 2008-ban azt semmi csináltuk, de nálunk halmozódott a probléma, nyilvánvalóan, hogy egy gazdag országban a válság, hát az ember mindig irigyli őket, aranytartalék, valutatartalék, külső lehetőségek, ebben az időben gyarmati háttérmechanizmus, és a többi, hát bele ne halljanak, ugye? Viszont kis országban, amelynek nincsenek ilyenfajta háttér lehetőségei, hosszú, elhúzódó problémákat jelenthetnek, Ugye a nyugati világban 32 augusztus a mélypont, nálunk ez egy 34-35 fordulójáig eltart gyakorlatilag, tehát sokkal hosszabb ideig látszódnak azok a problémák, amelyek itt a világgazdasági válság alatt valamiképpen láthatók. Ebben a korszakban, és ez a kis táblázat erre utalna, lelassultak a korábbi átalakulási folyamatok. Tehát a hortikorszak egy olyan időszak volt, amikor ö, ö, lehet azt érzékelni, hogy tartottak még azért a folyamatok, amik a dualizmus korában elindultak, de hát nyilván lehet látni, hogy a a, a, gyakorlatilag a városi népesség is megreked. Kapozsár esetében ez nem nagyon látszik, mert itt az azért pár ezerrel legalább nőtt a népesség, de más városok esetében elég tisztán, főleg a határmenti városok esetében elég tisztán látszik. Magyar azt akarom mondani, hogy a korábbi nagy fél évszázados növekedéshez képest ebben a korszakban egy kicsit megrekedtek ezek a változások. Ott a nagy mai kérdésünk, hogy hogy lehet kimászni egy válságból. Tehát, hogy milyen fajta eszközök, módszerek és egyebek vannak arra, hogy a problémákon túllépjen valaki. A nyugati világban nagyjából könnyű a dolog, volt a kényszi gazdaságpolitika, az angol gazdaságpolitika, azt alkalmazták mindenhol, állami beruházásokkal, állami tulajdonteremtéssel, igen jelentős pénzügyi stabilizációs folyamatokkal megoldották a dolgot. Hát Magyarországon ezek nem álltak rendelkezésre ilyen mértékben. Következésképpen itt a helyi jelenségeknek, a helyi hatóságoknak és egyebeknek volt nagyon pontos tevékenysége. Nyilván itt a második, elem, második fekete pötynél azért olvasható, hogy hát baj aztán volt bőven Kaposváron, hát egyre másra mentek csődbe különböző cégek. Nagyok, kicsik és a többi. Olvasható, hogy a Pécsi sörgyár megvette ugye a Kaposvári sörgyárat, 5 perc alatt leépítette és raktárra tette. Csődbe ment a a vasöntöde, a műjéggyár, a palagyár, a gőzfürdő és a többi. Válságban nem építkezik az ember, ugye klasszikusan, mert hát ki tudja, hogy mi lesz hosszú távon a jelenséggel a vasút lehetősége is megváltoztak, tehát azért a válság meggyötörte egy kicsit ezt a térséget. Hozzáteszem, ezek a folyamatok nagyjából a magyar városokban hasonlóak, tehát Kaposvár nem ló ki ebből a rendszerből ebben a korszakban. Ugyanezt lehet Nagykanizsán és máshol is érzékelni, és akár Pécset is emlegethetném jelentős munkanélküliségről van szó a válság alatt mindenhol, 20-25%-os munkanélküliség egy magyar városból természetes jelenség volt, tehát ez, ez gyakorlatilag igen megszokott dolognak mondható ebben a korszakban, és hát hozzá kellett szokni ahhoz, ami nyilván mai, gondom nem vacsoráztak még, szóval tehát a mai fogyasztási korszakunkban elég elképzelhetetlen, szóval népkonyhák tömege. Tehát ahol egy város lakossága 45 60 százalékban egy tál majdnem üres levesért és két szelet félig penészes kenyérért naponta sorba áll. És éveken keresztül. És nincsen más. Tehát gyakorlatilag örül, hogy megél valahogyan. Tehát azért ez az inségrendszer, az inségkonyhák felállítása és egyebek, ezek ezzel jártak ebben a korszakban. Itt nincs olyan bőség, mint a mai rendszerben, hogy válogatni lehet az étkek között valamilyen formában. Itt annak körül az ember, hogyha valamit talál valahogyan. Van, aki több konyhára is el tudott menni, tehát, de ilyen szép, hosszú, félnapos foglalkozás volt, hogy az ember oda jusson három óra áldogálás után valamiképpen a leveses fazékhoz, vagy akárhova, ahhoz, hogy valami kaját kapjon. Szóval a válság nem volt egy szép dolog ebben a korszakban. Ki kezdte a társadalmi szolidaritás, ki kezdte a közösségi rendszert, a családi rendszert, és a többi. Tehát ez azért nagyon súlyos, szociális és lelki tényezőkkel járt együtt hosszú távon ebben a korszakban. A... egy mondatot mondanék még arra vonatkozóan, ez alsó három sorra vonatkozik, hogy azért 34-35-től kezdve azért a Kaposvár esetében is, és a többi dél város esetében is azért lehet látni, lehet érzékelni, hogy ahogyan a makrotényezők javulnak, ahogyan ö, sikerül életet lehelni különböző hitelekkel nagyvállalkozásokba, vállalkozásokba, ahogy a hozzájutnak különböző fejlesztési forrásokhoz a nagy cégek, úgy javul a helyzet valamennyit, javul a vállalkozói affinitás, elindulhatnak akár újabb, újabb kis vállalkozások és egyebek. Kaposár esetében ugye klasszikusan a 30-as évek második felében egy jelentősebb vállalkozás jött létre, ez az úgynevezett Helios konzervgyár volt, amely szintén a MIR által volt kezdeményezett, de egyéb vállalkozók is benne voltak. A konzervgyárak a 30-as évek második felében felfutnak, Azért ne felejtsük el, hogy ebben nagy szerepe van az államnak is, hiszen a konzervgyárok döntő többsége az államnak termel, aki nem mondja meg, hogy a hadseregnek termel, természetesen, de hát valójában mégiscsak arról van szó, hogy, hogy, készül mindenki a háborúra Európába. Mi nem készülhetünk, mert nekünk tilos a Cianoni békeszerződés passzusai szerint, de titokban mi is készülünk, szóval visszaemlékszem még arra a jelenségre, hogy Egyszer a nagypapám, ki voltam a pincéjéből, kapos oda nem mentem le gyerekként soha, és amikor egyszer lejutottam, akkor azzal találkoztam, hogy nagyjából 400 konzerv van lenne a pincében. És nem értettem a dolgot, végül is aztán az öreg annyit mondotta a fogai alatt, hogy, hogy hát volt már háború tehát akkor ugye ők éheztek klasszikusan, tehát nem volt mit tenni. És hát az öreg arra gondolt, hogy hát olyan a harmadik világháború előbb-utóbb, hát föld alá kell menni, mert atom, hidrogén, mit tudom én, szóval bombázzák itt fél Magyarországot, hát az öreg felhalmazta. Régi katonai konzerveket, globus, mit tudom én, szóval gyakorlatilag mindent, amit a piacon lehetett venni, minden évben vett, mit tudom, százat, és akkor a pincébe ott tárolta őket. Ugye jó konzerv az 20 évig áll, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen lehetséges variáns volt arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet túlélni hosszú Utávon valamit. De egy a lényeg, hogy a 30-as évek második felében élénkül néhány iparág, vannak olyan folyamatok, amelyek arra utalnak, hogy újra elindul egyfajta szerény gazdasági fejlődés. Ezt majd a háborús fegyverkezési program persze 38-tól alapvetően még egy kicsit megerősíti, de aztán azt nyilván tudják, hogy ez nem fog sokáig tartani. 43-44-ben az infláció már mindent tönkretesz, ráadásul ugye 44-ben nácik nyilasok, 44. szeptemberétől oroszok, tehát gyakorlatilag Magyarország külföldi megszállás alá kerül, és hát ennek azért a negatív következményei valamennyien ismerjük. Na nézzük, hogy mi változott akkor 1945-től kezdve. Egy új korszak kezdődik. Ugye a dualista korszak, amiről beszéltem, és a két világháború közötti korszak, az még a piaci rendszer. A két világháború közötti az már csak egy félig meddig, de azért ott még a piac gazdaságnak még voltak azért nyomai, még a nagy állami beavatkozások mellett is. 1945-ben Szovjetunió elfoglalja Magyarországot, és néhány év alatt gyakorlatilag a szobjet típusú tervgazdálkodás alapjellegzetességeit valósítja, vagy valósítatja meg az itteni kommunista párton keresztül. Magyarul 45. decemberétől kezdve elindulnak az államosítási folyamatok, az addigi magántulajdonban lévő ipari kapacitásokat, kereskedelmi kapacitásokat állami tulajdonba veszik, a korábbi tulajdonosok ellen általában mindenfajta kreált vagy egyéb típusú politikai pereket és egyebeket kezdeményeznek. Magyarul egy olyan fajta időszak következik, amely arról szól, hogy a szovjet típusú modellt hogyan lehet létrehozni Magyarországon. Nem voltunk egyedül ezzel. Romániában a Soha nem volt demokratikus, német demokratikus köztársaságban, az NDK-ban, Csehszlovákiában, Lengyelországban, Bulgáriában, mindegyik országban gyakorlatilag szovjet típusú tervgazdálkodás valósult meg. Annak alapvetően a 2933-as szovjet első öt éves tervének a modelljét vezették be. Nálunk ugye 1950. január 1 vezették be az első öt éves tervet. Az első öt éves terv az gyakorlatilag egy szovjet öt éves tervnek a másolata. Arról szólt, hogy Magyarországot a vas és acél országává kellett tenni. Az a kutyát nem érdekelte, se vasa, se acélja nincsen, de az egy megoldhatónak tűnő probléma volt. Szóval van a szovjeteknek. Magyarul tehát egy erőltetett iparosítási folyamat jön létre, és annak megfelelően szervezik át az egész magyar gazdaság életet. Ennek nagyon fontos eleme volt a szocialista városok létrehozása. Kaposvár nem volt szocialista város, és a dél egyetlen szocialista város volt csak, mégpedig Komlóvárosa hiszen Komló volt a kis Magyarország egyetlen olyan települése, ahol fekete szenet bányáztak. Sopron mellett Brandberg bányán még volt valamennyi, de hát az nyilván Dunai város ellátását nem tette lehetővé, de Komló viszont 55-ben indult az első színvonat Stalinvárosba, tehát gyakorlatilag Komló felfejlesztése egy nagyon gyors folyamat volt. Ez egy bányász falu volt korábban, négy kisebb kis falut raktak össze, abból ez egy 3000 fős település, Felfejlesztették, és 70-re 31 ezeres szénváros lett belőle. Ma alig 16 ezerre lakják. Tehát gyakorlatilag, amikor befejeződött az egész becseki szénbányászat és a többi, onnantól kezdve látványos leépülés következik be. Szóval itt csak egy szocialista város van, Viszont az egy fontos jelenség, nekünk is, másnak is, Kaposvárnak is, hogy az erőltetett iparosítás azért jelentős nagyipari, nehézipari központokat hozott létre. A 12 szocialista város jött létre, Ajkától kezdve a, a gyakorlatilag egy átelembe a Dunántúli középhegységtől, lényegében Diósgyőrig, Ózdig, Szóval ezek a nehézipar fejlesztett városok. De mögötte, mögötte az is fontos volt, hogy a többi városban a, olyan fejlesztések valósuljanak meg, amik a helyi ö, foglalkoztatás lehetőségét szélesítik, és az ország ellátását valamiképpen támogatják. És ebben Kaposvárnak, mint megyeszékhelynek nagy szerep jutott, hiszen uh, itt azért korábban is volt már élelmiszeripar, mint ahogy beszéltem róla. Itt volt egy rakás kisiparos, aki különböző könnyűipari és egyéb tevékenységet végzett döntő mértékben. Magyarul itt azért voltak ennek hagyományai, következésképpen Magyarországon is megindul természetesen az, az iparosítás, Kaposvárot is megindul az iparosítás, ott a harmadik uh, akarom mondani, a negyedik, ötödik sorban olvasható néhány vállalat név, amely ebben korszakban keletkezik, és pontosan azt a cél szolgálja, hogy Kaposvár ipari kapacitásait megnövelni, foglalkoztatást teremteni, nem csak itt a vidékieknek is, és akkor innentől kezdve a megyeszékhely gazdasági fejlődése biztosított hosszú távon. Néhányat ismerhetnek közülük, azt gondolom, aki Kaposvár, és a többi itt, ahogy nézem, nálam csak fiatalabbak vannak, szóval azt akarom mondani, hogy, hogy nyilván lehet azért látni valamiképpen, hogy. Balra fent nyilván lehet látni a fonodát, a klasszikus kapuslái textilműveket. Jó anyám gyakorlatilag nem ott szült meg engem fonónőként, 10 perc késéssel, szóval lassan jött a mentő, szóval gyakorlatilag kötődöm a dologhoz. Ha a főutcában mászkáltak korábban akkor a Kaposvár ruhagyár épületét láthatják, ez volt anyámnak a második komoly munkahelye. Balra jó atyám által és általam is ismert, én öt gyárban dolgoztam Kaposváron, tehát nagyjából ismerem őket. Szóval ott az Egyesült Izzó 68-ban ide telepített épületét láthatják, amely azért jelentős női foglalkoztatást valósított meg. A Fonoda is, az Eivirt is, és a Ruhagyár is döntő mértékben nőket foglalkoztatott. Tehát pontosan azért hozták őket létre, hogy a női foglalkoztatás... Mert ugye a maga a szocialista családmodell az a kétkeresős családmodell volt. Tehát eleve így számoltak mesterségesen béreket, árakat, hogy a nő is dolgozik, a férfi is dolgozik, és akkor gyakorlatilag a női foglalkoztatás is megoldódik, és a férfi foglalkoztatás is. 20-25% különbség volt a férfiak és a nők bére között, Maradt is gyakorlatilag máig, de gyakor mégiscsak arról van szó, hogy, hogy ez azért abból a szempontból nem volt hátrány, hogy, hogy azért a kétkeresős családmodellen meg lehetett élni, szerényen, de meg lehetett élni, az egykeresősen nagyon nehezen. Tehát az egy, az, egy, az egy nehézkes jelenség volt. Esetlegesen hölgyek ismeretik azt a szokást, hogy reggel 6-kor kezdődik a, volt alkalma a is a munka, 5 órakor kell a család, anyuka felöltözteti az ordító gyereket, hónon csapja, bemegy a gyárba, ott beadja a megőrző rendszerben, ezt bölcsödének nevezték, szóval gyakorlatilag gyermek megőrző vállalati ipari létesítményekről beszélek. Kettőkor, amikor befejezte, akkor felmarkolja a szintén ordító kölköt, és akkor hazaviszi, szóval, és akkor ez ismétlődik szabad szombat nélkül természetesen, folyamatosan. Hát ez egy kicsit másfajta munkakultúra és családszervezési rendszer volt, mint a mai, úgyhogy ma már azért férfiak szoktak idegeskedni, hogy miért van az, hogy anyuka kocsival viszi a gyereket bölcsődéből óvodába, legalább 20 mennek az ember óra előtt, hazafelé már 30 szóval tehát ma már másfajta problémáink vannak alapvetően a rendszer működésével kapcsolatosan. Miniszteriális rendszerben állami tulajdonként szervezett nagygyárok jönnek létre, amiket a képeken is láthattak, ezek között élelmiszeripari, szolgáltatóipari és egyéb jellegű ágazatokhoz tartozó vannak. Egy különlegesség volt a Transvill itt a Rákoszi pálya mellett, akkor Kinizsi pálya mellett, mondván, hogy az egy ilyen villamosgépipari nagyvállalat volt, de aztán a későbbiekben egyesítették egy másikkal, és abból lett a a vbk nek a rendszere. Szóval azt akarom mondani, hogy nem csak élelmiszer és könnyű hanem azért más is volt. Régi gyárokat felszámolnak, nincs már szükség egy csomó olyan cégre, amely korábban a két világháború között még szükséges volt megyei jellegű cégeket hoznak létre, vagy regionális cégeket hoznak létre, téglaipari nagy szerveződéseket, gabonaforgalmi nagyvállalatokat, és a többit. Tehát megszűnik a városellátás funkciója, az országos rendszerek veszik át, és helyette ilyen nagy, több megyére kiterjedő modellek jönnek létre. A kisipar egy érdekes jelenség. A kisipar átszervezése is megtörténik ebben a korszakban. A kisiparosokat ugye úgy tekintette rendszer, mint egy potenciális ellenséget. Mert a kisiparosnak magántulajdona van, saját eszközei vannak, olyan furcsán gondolkodik, saját tevékenységet végez, önmaga dönt folyamatokról, és a többiről. hát ez nem illet bele az államosított rendszerbe. Következésképpen úgy próbálták meg átszervezni őket, hogy egyrészt őket ugye beterelték a nagy vállalatokba, ez világos, a másik részüket viszont úgynevezett kisipari termelőszövetkezetekbe hajtották be, szinte kényszerrel. Ezek a termelő szövetkezetek, ezek ilyen 20-tól durván ilyen akár 500 főig terjedő nagy KTS-ek lettek, tehát kisipari termelőszövetkezetek, na ezeket már lehetett ellenőrizni. Tehát egy ekkora szervezetet már a hatalom, AVH és a többi már tud ellenőrizni, mert meg tudja mondani, hogy mit csináljál, mit termeljél, milyen forrásból, mennyit csinálj meg darabonként, és a többi. Szóval gyakorlatilag a KTS-ek is egy ellenőrizhető rendszerbe kerültek be. Természetesen a KTS-ek száma az mindig változott, mert abban a pillanatban, hogy behajtották őket, az kényszer, nyilván, a kutyának nem hiányzik, jön 53-ban Nagy Imre, lehetőséget ad arra, hogy kilépje, abban a pillanatban feleki akkor Nagy eltették, 55-ben visszahajtották a KTSZ-eseket, mondva, hogy nem kapsz megélhetési lehetőséget másképp, visszamásztak, jött 56 forradalom, na megint kimentek. Tehát gyakorlatilag egy ilyen örökmenekülési modell jelent meg a rendszerben, viszont a 60-as, 70-es években a Kádár rendszerben néhány témára és a többi, tehát volt ilyen normális gondolkodó gazdaságpolitikus, az rájött, hogy ezeket fel is lehet használni. Tehát akár minőségi tevékenységre is alkalmasak, mert mert a régi kisiparos tudásból azért sok minden megmaradt még. Egyet hadd mondjak ebből a szempontból, ami azért világhírű jelenség lett, mégpedig futballkultúra növekvővel Magyarországon, nem tudom hallottak-e az Artex labdáról én is ezt rúgtam még hajdan, szóval az Artex bőrlabda az egy eladható, nagy nemzetközi versenyeken is minden további nélkül használható, kiváló jelenség volt, az egy kaposvári fejlesztés, kézzel varrod valódi bőrből készült labda, Nyilván nem olyan, mint a mai Adidas -t, és a többi szóval az egy teljesen más jelenség, de ez a klasszikus Bőrlabda, ez azért 20 éven keresztül egy jól elaszható termék volt, és hát lényegében az Édosz mellett, tehát ott a, a Hősök templom melletti kis ipari műhelyekben gyártották le őket, úgyhogy, és elég nagy mennyiségben, külföldi exportképes volt magában a, 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 KTS. Szóval volt néhány ilyen jelenség, ami azért abban a korszakban is. KTS-ekkel házat építetni, az is jó volt. Tehát arra is mindig azt mondták, hogy sokkal jobb, mint ahogy a nagyvállalat építi az ember házát, mert az olyan, amilyen de KTSS, az egy ember, öt ember, két ember, az megnézi, odafigyel, és a többi, és akkor, akkor a fal az egyenes lesz, és nem görbe, szóval gyakorlatilag lehet számítani a dologra valamiképpen. A változások gondolom érzékelhetők. Az 50-es, 60-as évek durván ugye 20 évéről van szó. Nyilván lehet látni, hogy egyértelműen az iparosítás erőltetése volt a hangsúlyos ebben a korszakban, míg az egyéb szolgáltatási ágok, és hát főleg a mezőgazdaság azért ahhoz képest nagyon látványosan máshol áll. Itt főleg az agráriumban, agráriumból élők, mezőgazdaságból élők estek nagyon vissza ebben a korszakban, mondván, hogy minden a nagyipar, a gyár a fejlesztése alá söprődött be, és hát ebből következően. Ennek azért volt a következményei. 68-ban kicsit javul a helyzet. 68-ban a gazdasági reform azért már hozott olyan fajta újdonságokat, amelyekkel lazábban lehetett egy kicsit a gazdálkodást végezni. Önálló beruházások jöttek létre, lehetővé vált az, hogy maradék anyagokból különleges termékeket hozzanak létre. Ugye a leghíresebb ilyen eset pont a ruhagyárhoz kapcsolódik, ahol ilyen nyugati mintára burdából a gyárigazgató leképezte az, azt, hogy a nyugati gyerek az nem öltönybe jár, mert Magyarország az volt a divat, hogy a, a magyar fiú, magyar gyermek, az ugye ugyanazt viseli, mint az apja, csak kicsibe. Tehát öltöny, nyakke, és a többi, tehát gyakorlatilag ugyanaz. Viszont a meg ilyen laza joggingba, meg milyen hozzá hasonlóba jár, legyártott próbaszerűen a horvát 50 darab ilyen maradékanyagból készült terméket, betette, mond valamit, Csibi nevű áruházba, ö, ott a, a így van, tehát a saroképülete, e, és várta a hatás, hogy akkor mi lesz azzal, hogy meglátják a magyar emberek, hát elfordulnak, vagy rosszul lesznek, vagy mit, három percet elvitték, tehát gyakorlatilag világos volt, hogy azért kereslet, igény, szükséglet, és a többi, azért nagyban volt a jobb minőségű termékre is abban a korszakban. Ládványosan növekedő üzemek jöttek létre, hadd jön fel figyelmüket a villamossági gyár lehetőségére ebben a korszakban, újdonságok jöttek, hogy Budapestről decentralizált, letelepített ipari üzemek jelentek meg Kaposváron, az Egyesült Izzó ilyen volt ebben a korszakban, a finomechanikai vállalat, aki adott esetben ugye szovjet katonai megrendelésekre is dolgozott, tehát a Druszba katonai rádiót gyártottam egyfolytában, szóval ö, azt akarom mondani, tőlem azok nem szóltak, az biztos, de, de, jó fizettek, szóval az mindenképpen egy fontos dolog volt abban a korszakban. Úgyhogy, szakközépiskolásként, gépipar még a Csepel egyedi gépgyárban is dolgoztunk ott a Taponári úton, tehát az is egy lehetőség volt ebben a korszakban. Illetve lekövethettem 79-80-ban az amerikai sonka konzervútját a húskombinátban, ami nagyjából bemegy a marha, kijön a konzerv típusú autómat, a gépsort jelentett már, és egyértelműen amerikai exportra ment az egész jelenség. A végén már a kamion ott állt, aztán vitték egészében. Tehát azért voltak olyan lehetőségek, amelyek arra utaltak, hogy itt azért komoly változások lesznek. A kahib sertésre, hadd hívjam fel a figyelmüket még, amely azért egy kaposvári, kaposfári hibrid sertés kahib, ami az akkori mezőgazdasági kutatóintézetben, itt a mezőgazdasági főiskolász kapcsolódva jött létre, az meg arról szólt, hogy a 130 kilós mangalicából némi pumpálás után hogyan lett 280 kilós jó Irdisztot csinálni, szóval gyakorlatilag, hogy ez a társadalmi kereslet szempontjából egy nagyon látványos jelenség volt sokat javult természetesen a szocializmus időszakában, főleg a 70-es, 80-as években a városkép és az élhetőség is. Azért az nem elfelejthető jelenség, hogy az a lakásprogramrendszer, amely a 60-as, -70 -80 70-es, 80-as években végigfutott a városon, ebből a szempontból új lakótelepek építése és a többi, az a korábbihoz képest egy nagy előrelépés volt. Tehát az, hogy a, én még emlékszem a Béke utcának a rettenetes putri rendszerére, amit aztán eldózeroltak, és akkor egy lakótelepet tettek a helyére. Tehát gyakorlatilag számos olyan területe, külső területe volt a városnak, amely nagyon csúnyán nézett ki, és nagyon gyenge minőséget adott. Ezzel nem azt mondom, hogy egy panellakás az a csúcsok, csúcsok, férjézés, Én is laktam 13 évig egy panellakásban, viszont élhető. Viszont élhető, tehát ebből a szempontból a korábbihoz képest egy, egy minőségi előrelépés jelentett. Az ország legnagyobb háza épült fel a sávházba, ott a Petőfi iskola mellett végigkövezhettük az építkezés folyamatát ott az iskolában. Nagyobb is, nagyobb volt, mint a másik, nálunk is Pécset volt egy ilyen rettenetes épület, szóval az meg egy 25 emeletes jószág volt. A sávház ma is áll, a Pécsi már nem áll, tehát ennyi a különbség a kettő között, de azért ezek a folyamatok, a Honvéd lakótelep, meg az összes többi, ami ekkor létrejött, ez azért világosan mutatja a változásokat. Ha végignézik, gondolom parkosítások, közművek létrehozása, és a többi, szóval ez azért egy jelentős lehetőség volt. Fogalmam sincs, hogy önök hogyan élték meg ezt a korszakot, nekem ez úgy jó volt, tehát hogy gyerekként voltak sportpályák, rakásnyi sportpályal lehetett szórakozni, volt legalább három mozi a városban, ahol lehetett mászkálni, voltak parkok, ott voltak bokrok, az mindig jó, szóval gyakorlatilag rendkívül jó időszaka volt ez egy gyerek létnek, egy gyerek életnek ebben az időszakban. Nyilván mögötte ott volt a politikai mechanizmus, szigora, a pártitkári rendszer, és a többi, tehát minden olyasmi, ami ebben a korszakban együtt. De ezt gyerekén nem nagyon tudtuk, tehát ez, ez bennünket úgy nem nagyon befolyásolt ebben a korszakban. A Szántó Imre utca, hát fogalmas nincs ma, hogy hívják éppen. Csak, csak így? Jó, oké. Okay. Akkor nem sok minden változott. Meg tettem elé egy étlapot is, hogyha majd esetlegesen -esetleg megkapják a diasort, akkor azt lehet megnézni, hogy, hogy mit lehetett egy korabeli édosz enni valamilyen formában. Megmutattam ezt néhány professzortársamnak Pécset, ilyen régi vágású, velem egykorú és a többi ilyen konzervatív arhaikumnak, és, és azt mondták, hogy hát ők ezt mindent tovább mindenki simán ma is. Tehát gyakorlatilag marha pörkölt, költött káp, és a többi, hát, ez nem fine dining, jó? Tehát, te, tányérdíszítők is akármik, szóval nem erről van szó. Ez a hagyományos magyar étkezési lehetőségeknek a, a rendszerét jelentette ebben a korszakban. Na és az utolsó néhány gondolatom az a 90-től kezdődő időszakra vonatkozik. Alapvetően arra, hogy újfent úgy változik minden, hogy közünk nincsen hozzá. Ugye a Szovjetunió gyakorlatilag elveszette világpolitikai hatalmi bázisát, le kellett építeni azt a fajta birodalmi modellt, ami addig létezett, kivontak csapatait közép európában és a Közép-Európai térség szabadá vált. Magyarul 90-ben kaptunk egy nagy lehetőséget arra, hogy társadalmi politikai szabadság mentén demokratikus intézményrendszer jöjjön létre Magyarországon is, mint ahogy az összes többi országban. Mi ez békésen, Romániában 4000 ember belehalt abba, hogy szabaddá váljon az ország, de mégiscsak arról van szó, hogy a közép-európai térség gyakorlatilag kiszabadult a szovjet rendszerből, és innentől kezdve lényegében önmaga mondhatta meg, hogy mit fog csinálni. Az irány az nyugat. Tehát gyakorlatilag a nyugati piacgazdaság az európai közösség akkori modellje, ezt 92-től majd az Európai Uniónak hívják, egyértelműen a nyugati magasabb életszínvonal elérésének a lehetősége. A nyugati gazdaságpolitika nagyon ment ekkor a nyugati gazdaság, tehát hihetetlen gyors gazdasági növekedés volt a nyugati világban. Aki mehetett külföldre, az ezt pontosan érzékelte, láthatta. Én 92-ben voltam először négy és fél hónapra Londonban, azért az ember úgy elámult egy-két dolgon, amikor az ember tartósan megjelenhetett valahol, hogy akkor itt milyen fajta... Mert három napra elmenni valamit, az, a csillogás, ugye? Tehát az ember megnézi a belváros, meg az ékszerüzletet, meg mit tudom én. Szóval, de, de hosszú távon, hogy az ember beleilleszkedik egy ilyen rendszerbe, az azért mégiscsak más. Én három és fél évet éltem külföldön, nyugaton, különböző ösztöndíjakkal, akármikkel. Meg dolgoztam, szóval gyakorlatilag azt akarom mondani, hogy azért azt lehetett érzékelni, hogy ez egy más gondolkodású világ, másképp szerveződik, más a közösségi rendszere, kicsit individuálisabb a rendszer, mint nálunk, de nagyon teljesítményorientált. És akkor nyilvánvalóan Magyarországnak is valahol ezt kellett leképeznie, Hát az első nagy kérdés az volt, hogy hát ha nyugati piacgazdaságot akarunk, nyugati gazdaságot akarunk, ahhoz a nyugati tőke kell, meg a nyugati tulajdonrendszer kell, na ki lesz a tőkés Magyarországon? Mert hát a szocializmusban azért ilyen vagyonok nem halmazódtak fel, hogy hirtelen az ember, tőkésé váljon, meg nagy beruházóvá váljon, tehát ilyen nem nagyon volt. De most lehetőség nyílt nyugati tőke behozatalára, nyugati lehetőségek nyíltak meg az ország előtt. Magyarul tehát azt akarom mondani, hogy ennek fontos része volt a privatizációs rendszer. A privatizáció nyilván sok keserűséggel járt együtt, elbocsátásokkal, munkanélküliséggel, egyes szégek bezárásával, de együtt járt azzal is, hogy ugyanakkor ránevelődött azért egy társadalmi réteg a hatékonyság tiszteletére, a termelékenység megbecsülésére, arra, hogy ha jobban dolgozom, akkor jobb eredményeket fogok elérni valahogyan. Ez egy fontos újdonság volt a régi modellhez képest. Én még emlékszem a lébecoló típusú munkaerőre bement a gyárba, hogy ott mit csinált, azt nem lehet pontosan tudni, de azt szokták mondani abban a korszakban, hogy őrizte munkaereje fissességét. Tehát, mert otthon, ott, ott, volt a háztályi gazdaság, meg a mit tudom én, mit csoda, tehát ezek, ezek a nehézségek még otthon várták, mert akkor már pénzért dolgozott, de ennek vége volt. Ennek ebben a formában vége volt, és akkor arra nyílt lehetőség, hogyha tudok valamit, van ötletem, van kedvem, van vállalkozói affinitásom, végig gondolni folyamatokat, képzem magam hozzá, akkor juthatok valamire. És ez a 90-es éveknek a terméke, minden nehézségen keresztül. És hát nyilvánvalóan ez azt jelentette, hogy nálunk is Kaposváron és máshol is leépítik a régi, nagy, túlzsúfolt gyárakat, egyharmadot, felét hagyják meg a foglalkoztatásnak jó esetben, elküldik azokat, akik tényleg nem kölöttek már semmire, csak mégis voltak, hogy legyenek. És mellette pedig az újdonság, a nagy újdonság a külföldi tőke megjelenése lesz hogy nyugatiak üzletet láttak abban, hogy meg lehet vásárolni ezeket a letisztítottabb üzemeket, és akkor mondjuk a kombinát nehézségei felnőhetett egy Pietro Piniféle féle volt, ami aztán a későbbiekben ugye kométává vált, és akkor ma is az ország egyik meghatározó egysége. Itt a kaposcukornak a rendszere, amely túlélt mindent, ugye az Európai Unióban nagyon szigorú szabályok vannak a cukoriparra, a 12-ből hirtelen 5 lett a 90-es évek közepére, a 2000-es évekre már csak egy volt. És ez szerencsére meg is maradt, tehát ezt önök is pontosan tudják. Szóval gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a külföldi tőke megjelenése azért számos ilyen lehetőséget hozott. Voltak kevésbé sikeres külföldi vállalkozások, nabi és a többi jövök, megyek, mit tudom én szóval. Gyakorlatilag uh, ismerik a történeteket, nyilván. Uh, számos olyan céget uh, cégvásárlást lehetett látni, ami forondát megvette egy cég, és akkor másfél évig próbált vele valamit csinálni, lemondott róla, átadta egy másik. A vége már a Fotex nevű csoporté volt a forondat, szóval ez egy fotóipari cég, szóval nyilván az nagyon értett hozzá. Szóval azt lehetett érzékelni, hogy, hogy nagyon nehezen állnak meg a régi cégek, piacot vesztettek, Munkaerőt vesztettek, tőkét vesztettek, tanástalanok voltak igazából, és a külföldiek az vitték el, amiről úgy gondolták, hogy ők azzal tudnak valamit kezdeni. Ezt úgy mondja a közgazdaság, hogy kimazsolázták. Tehát gyakorlatilag kiszedték azokat a részeket az üzemekből, amelyek jól működő részek voltak, és azokat tuningolták, fejlesztették, az összes többiről lemondtak. Rengeteg ilyen volt, hát a ruhagyárnak is volt más, is részlege, más városokban is, Dunántúli városokban is így volt ez, kihelyzet egységek, falura, máshova, ezek mind megszűntek gyakorlatilag. És ugyanez volt a TSZ-eknél és ilyen egyebeknél is. Szóval egy a dolognak a lényege, hogy ez a fajta folyamat, ez a fajta folyamat azért itt a 2000-es évektől kezdődően kicsit egy ilyen stabilizálódó folyamattá vált, egy folyamatosan csökkenő városi népesség mellett, hiszen ne felejtsük el, hogy Kaposvár csúcsidőszakában volt 70, több mint 70 ezeres város. Igaz, hogy a becsatolt három településsel együtt nyilván, de akkor is 70, tehát több mint 70 ezer volt, ma még kevesebb, mint 60 ezer. Tehát gyakorlatilag ez a fajta folyamat, ez máshol is megvan. Pécs 171 ezeres volt hajdan, ma 140 ezeres város. Kanizsa volt 60 ezeres város, ma alig több mint 40 ezeres város. Tehát a városi létszámok Budapestet, Debrecent leszámítva mindenhol csökkenő tendenciát mutató mechanizmusok. Kaposás sem kivétel nyilvánvalóan. Azt gondolom, hogy kicsit javított ezen a rendszeren nyilván az egyetemnek a megjelenése, hiszen az azért az addigi sajátosságukat, tehát az, hogy volt a Bánki Donátnak egy kihelyezett tagozata a Kaposváron, mint a pár tucat emberrel, volt egy tanítóképzője, és volt egy mezőgazdasági főiskolája, az azért 2000-től a kétkarú egyetemmel, és 2004-től a négykarú egyetemmel azért látványos nagy változás jelentett. Azért gondoljunk bele, hogy az egyetemista az egy ilyen különleges elem, eszik-iszik, inkább iszik, tehát gyakorlatilag a vendéglátás, a... a, a, a Hát abból él Pécs is, hogy van 21 ezer embere. Tehát olyan reggeliző helyek vannak Pécset, ahol a négyezer külföldi pénzes diák reggelizik, úszkve napi három ezer forintért. Tehát gyakorlatilag hatalmas üzlet önmagában az egyetem. Hát én voltam sokat Tübingenben, a hát, Tübingen ez egy 70 .000 es város, van 110 ezer egyetemistája, az egész város abból él, egyetem van. Úgy egész éve. Tehát gyakorlatilag a Porsche és amerikai orvostan hallgató, meg a mercedes az, az eszik. Tehát gyakorlatilag annak a fogyasztási rendszer egy város tud eltartani valamiképpen. És ezért rengeteg helyen van így. Nyilván Kaposvár esetében is ez a időnként változó 3-3500 közötti hallgató létszám, ez azért valamilyen formában a városi működés lehetőségét azért mégiscsak elősegíti. Magyar az egyetemeknek azért ilyenfajta hatásai azt gondolom, hogy mindig vannak. Plusz az oktatói rendszer hiszen ide kellett telepedni, máshonnan jöttek emberek, és a többi szóval. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az mi oktatók sokat keresnek, nehogy valaki szűrje le belőle, de csak a, a fogyasztói rendszerbe azért megjelenik ez a fajta modell is, és ez egy megyeszékhely esetében, egy jelentős külföldi tőkével ellátott rendszer mellett azt gondolom, hogy azért hosszú távú lehetőséget is nyújthatnék. Professzornak köszönöm a Érdekes helytörténeti előadását, ami azért nem csak helytörténet volt, mert azért volt kitekintés a megyére, a dél régióra, és rendkívül sok személyes élményt is felvillantott a 70-es évekből. De gondolom ezt önök is együtt átélték a városnak az utolsó 50 évét. Aztán mi lesz az elkövetkező 10-20 évben, reméljük több lesz benne a jó hír, mint a rossz. Professzor úr, köszönöm, hogy eljött, és jelképes ajándékot szoktunk átadni a, 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 az előadóinknak. Egy Somogyi, Szuloki népviselbe ötöt kis hölgy lány, nem azt szokták mondani, lányok öltöztek nem, akkor a hölgyek faluban, a hölgy kifejezést nem használták, és közben egy kis csengő is emlékeztesse arra, hogy itt volt, uh, hazajött Kaposvár és tartott egy előadást. Köszönöm szépen, egy tapsot uh, mindenképpen.